Nagyon sokszor előfordul velem ilyesmi. Általában igyekszem olyan dolgokról írni, illetve csak olyan dolgokról írok, amiket valamilyen módon ismerek. Tehát fontos, hogy tudjak hozzá kapcsolódni. De ez nem mindig jelenti azt, hogy az adott dolgot én éltem át, én tapasztaltam meg. Ugyanakkor az én életemben is történtek olyan dolgok, amiknek kapcsán át tudok élni más helyzetet, tehát távolról tudok kapcsolódni. És ilyen nagyon sokszor előfordult például, Legutóbbi kötetemben, amikor többek között a nagyszüleim háborús élményeiről írtam. Ezeket a dolgokat, ezeket az összefüggéseket nem én hozom létre, ezek léteznek, csak észreveszem őket. Hogy egy konkrét példát is mondjak, hogy milyen dolgok szoktak még előfordulni írás közben. Néha nem is teljesen tudom, hogy miért jutott eszembe az adott dolog, vagy honnan, tehát nem tudom így az életemben feltérképezni. És egyszer volt egy olyan, hogy eszembe jutott egy vers kezdet, aminek a versbeszélője egy nevelőintézetben nevelkedett fiú. És erről írtam egy verset, ami aztán be is került a legutóbbi kötetembe. És nagyon érdekes, hogy semmilyen saját tapasztalatom nem volt, de valahogy mégis át tudtam élni ezt a helyzetet és utána két-három hétre rá megismerkedtem egy fiúval, aki nevelőintézetben nevelkedett, és azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És érdekes, hogy utólag mindenki azt hiszi, hogy róla írtam ezt a verset, pedig nem, csak utána ismertem meg. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok nagyon sokszor előfordulnak, és ez mindig bizonyíték nekem arra, hogy valójában nagyon mélyen kapcsolódunk egymáshoz, még akkor is, hogyha ez nem egyértelmű.